Köszöntöm Fogadóra című műsorunk nézőit, és köszöntöm a stúdióban Móring József Attila képviselő urat. Jó napot kívánok! Hát mivel hogy ez az első műsorunk és találkozásunk az idén így a televízió kapcsán, ezért azzal kezdeném a beszélgetést, hogy egy kicsit tekintsünk vissza a 2015-ös évre. Mi volt a munkájának a fő momentumai, mik voltak a nehézségek és milyen örömhírek voltak az elmúlt esztendőben? Hát azt gondolom, hogy az elmúlt év ez egy rendkívül munkás év volt, számos sikerrel, és be kell ismerni, hogy néhány kevésbé sikeres történettel, hogy azt a kifejezést ne használjam, hogy kudarc. Ezekből hál' Istennek kevesebb volt. Ugye az elmúlt év tevékenységét azt gondolom minden ember, minden magyar ember számára leginkább a migráns válság kapcsán hozott intézkedések hozták. Azt kellett látnunk, amit egyébként már korábban is tapasztaltunk, hogy az Európai Unió vezető politikusai, mintha elszakadtak volna a valóságtól, és akár a görög pénzügyi válságot, akár más európai léptékű problémát, és így az egész Európát foglalkoztató és veszélyeztető migráns válságot is nem képesek kezelni, nem képesek jól felfogni és helyesen látni. 2015 tavaszán a magyar miniszterelnök elmondta már Brüsszelben, hogy ez milyen horderejű kérdés, és hogy összeurópai megoldás kellene, ellenkező esetben a nemzetállamok magukra vannak ítélve, és ki így, ki úgy lesz kénytelen ezt a dolgot megoldani. De az semmiképpen nem jó Európának, hogyha millió számra ellenőrizetlenül özöllenek be más kultúrájú és nem csak békés szándékkal érkező emberek. Akkor nem talált meg hallgatásra ez az elmondott szöveg, és Magyarország kénytelen volt saját maga olyan intézkedéseket hozni, melynek eredményeképpen ugye a kerítéssel, a technikai határzárral, a törvényi megerősítéssel, illetve a határa vezényelt élő erővel sikerült ezt a migráns áradatot elterelni. Mi ebből így most már közvetlenül nem részesülünk, de a veszélyeit azt magunk is tapasztaljuk. Ezért volt szükség arra, hogy egy aláírásgyűjtéssel, ahol már több mint 2 millió magyar választópolgár fejezte ki abbéli szándékát, hogy meg kell védeni az országot, és nem kívánunk migránsokat visszafogadni, akiket valamilyen követhetetlen és ellenőrizhetetlen módon szétosztanak elsősorban Németországból. Tehát mi nem kívánunk ilyen embereket Magyarországra betelepíteni. Nem is lehet egyébként, hiszen az Európai Unión belüli Schengeni övezetnek pont az a lényege, hogy az személyek, a munkaerő és az áruk szabadon mozoghatnak. Azt nem lehet, hogy akit politikai vagy háborús menekültnek tekintünk, és azt mondjuk, hogy befogadja Európa, akkor annak azt mondjuk, hogy te Németországban fogsz lakni, ezentúl te Ausztriában, te Svédországban, te pedig Magyarországon, és egyébként Magyarországon belül meg hol? És akkor aki majd Marcaliban szeretne letelepedni, azt esetleg nem engedjük, mert őt Németországba jelölték ki, és fordítva. Tehát ez végrehajthatatlan. Azóta lassan egy esztendő eltelt, jó néhány európai vezetői csúcsértekezlet volt, ahol mindig elmondják, hogy valamilyen egységes európai fellépésre van szükség, de ez mind a mai napig nem történt meg. Viszont egyre többen látják be, hogy a magyar intézkedések azok meghozták a kívánt eredményt, és hogyha nem megy az egységes európai védelem, akkor a nemzetállamok újra határ ellenőrzéseket és vezetnek be, és kerítéseket építenek. A bulgárok is ezt csinálták, az osztrákok is, bár ők elszórakoztatták Európát egy darabig azzal, hogy különböző álneveket találtak ki a kerítésnek, csak azért, hogy azt a szót ne kelljen kimondani. De én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha minél előbb Európa vezető politikusai is visszatérnek a józanész útjára. Tehát az elmúlt esztendőben ez volt a legnagyobb feladat, de egészen konkrét dolgok is történtek, hiszen a 2007-13-as fejlesztési ciklus pénzeinek utolsó felhasználására volt lehetőség.
Ugye 2015-öt írtunk, de még a 7-13-as ciklusból az elmúlt esztendő őszén is kerültek kiírásra pályázatok, amiket nagyon gyorsan kellett lebonyolítani, de Magyarország e tekintetben is nagyon sikeres volt, hiszen az utolsó fillért is sikerült lehívni, és most már hozzáláthatunk gőzerővel ahhoz, és az idei esztendőnek ezek lesznek a legnagyobb feladatai, hogy a 14-20-as fejlesztési ciklusban minél több forrás jusson az önkormányzatokhoz, vállalkozásokhoz. A legnagyobb feladat, hogy jussanak ezek a pénzek, és itt akkor konkrétan beszéljünk egy kicsit Marcaliról. Miben reménykedhet Marcali, milyen lehetőségei lesznek Marcaliban a fejlesztések tekintetében, és ön személyesen mibe tud segíteni a városnak? Én az elmúlt esztendő nyarától miniszteri biztosként koordinálom a területi operatív programok forrásainak felhasználását. Ez azt jelenti a mi esetünkben, hogy 43,5 milliárd forint áll rendelkezésére Somogy megye településeinek Kaposvár nélkül, mert a megyei jogú város külön egy 17,5 milliárd forintos kerettel rendelkezik. Ezeket a forrásokat kell úgy összehangolni, hogy nagyjából próbáljunk meg egyensúlyt teremteni a megye fejlettebbnek tekinthető északi része és a fejletlen déli rész között. Hogy felszámoljuk azokat a fehér foltokat, amelyek a megye térképén pillanatnyilag még nagyon jól nyomon követhetőek, ahol kisebb volt a pályázati előkészítő aktivitás, hiszen akik most ezekben az előkészítő munkákban az utolsó pillanatban se kapcsolódnak be, akkor esélyük sem lesz arra, hogy ezekből a forrásokból a településekre vigyenek. És ez azért nagyon lényeges, mert hogyha ezeket a topos vidékfejlesztési, illetve az országos operatív programban rendelkezésre álló forrásokat, amely országos szinten több mint 12 ezer milliárd forint, ha ezeket most nem használjuk föl, akkor 2020 után erre már nem lesz lehetőség, mert a jelen állás szerint 2020 után az Európai Unióban nem állnak rendelkezésre vissza nem térítendő felzárkóztatási források, hanem legfeljebb kedvező kamatozású hitelekkel lehet majd fejleszteni. Tehát azok a vállalkozások, önkormányzatok, amelyek ebben nem akarnak részt venni, azok jelentős versenyhátrányba kerülnek. Konkrétan Marcali tekintetében azt tudom elmondani, hogy rendkívül jó, miután látom a megye összes járását, nyugodtan mondhatom, hogy talán a legjobban előkészített projektek itt vannak. A topban meglévő ötféle prioritás mindegyikére tud Marcali pályázatot benyújtani. Természetesen itt majd némi önkorlátozásra is szükség lesz, hiszen tekintettel kell lenni a többi járási székhelyre, illetve települési elképzelésre is, de az mindenképpen megnyugtató, hogy bölcsődei felújítás, óvoda felújítás, városközpont rehabilitáció, ipari park kialakítás, csak hogy címszavakat mondjak azokból, amelyek megfogalmazásra kerültek a teljesség igénye nélkül, a gyék felújítása, ami azt gondolom, hogy minden marcali számára fontos lehet, és abból egy olyan rendezvényház kialakítása, amire azt gondolom, hogy nagyon komoly igény van. Tehát ezek mind-mind olyan feladatok, amelyek ezáltal elérhető közelségbe kerültek. Most egy kicsit visszamegyek egy szinten lejjebb, ugyanis Marcaliban javában zajlanak a lakossági fórumok, és évek óta van szerencsém részt venni egy pár fórumon. A legnagyobb problémát a marcali lakóinak visszatérően évek óta az utak, járdák és az árkok állapota okozza. Erre van-e lehetőség, hogy erre valami pályázatot, ez mekkora összeg fel van valahol mérve, hogy mi kellene ehhez, miben tudna esetleg a felső szinten valaki segíteni a városnak ez ügyben? Ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogyha elindulnak ezek a beruházások, akkor biztos sok marcali lesz majd, aki azt mondja, hogy hát nem azt a lakóövezeti rekonstrukciót kellett volna megtenni, hanem helyette utakat, járdákat, árkokat felújítani. Csak hogy az Európai Unió nagyon szigorúan és nagyon szűk korlátok közé szabja ezeknek a pénzeknek a felhasználását. És hogyha ilyenre nincs lehetőség, már pedig sajnos önkormányzati belterületi utak, járdák felújítására nincs lehetőség, akkor csak nagyon-nagyon szűkösen saját, a város saját büdzséjéből lépésről lépésre haladva lehet ezt megtenni. Uniós források
erre sajnos nem állnak rendelkezésre, pedig több irányból is jelzés érkezett, hogy ez lenne, ezt Brüsszelben nem fogadták el, és miután ezek a tárgyalások már lezárultak, és ezek az operatív programok elfogadásra kerültek, erre igazából nincs is esély. Nagyon reméljük, hogy a magyar gazdaság úgy fog teljesíteni, hogy hazai forrásból ezeket a munkákat az önkormányzatok el fogják tudni azért végezni, ha nem is olyan ütemben, ahogy szeretnék, de legalább hozzá lehet kezdeni. Én tudom, hogy napi szinten, vagy heti szinten kapcsolatban van ön a Marcali Város Önkormányzatának az embereivel, a pályázatírókkal és a polgármester úrral. Mi Marcaliba az igény, amit szeretnének? Van-e valami ilyesmi megfogalmazva, vagy mindent néznek és valamiben, amiből lehet csípni? Mert gondolom az energetikai pályázatok, a rehabilitációs pályázatok, vagy milyen igény van Marcali szinten? Ahogy mondtam, bölcsőde, óvoda, a gyék, az egész városközpont, a sportutcától egészen a kórházig, ott egy egészen komoly tömb rehabilitáció beleértve a jelenlegi zeneiskola épületét, amely magában foglalja azt a nagy termet, színháztermet, amely még akkor került ki alakításra, amikor még én is marcali diák voltam, és azóta olyan túl sok minden nem történt, úgyhogy éppen megérett arra, hogy felújítsák. Tehát e tekintetben a marcali önkormányzat élen járt, mert azokat a tervezeteket már folyamatosan követték, amelyek megjelentek, és annak alapján elkészítették azokat a projektötleteket, aminek nyomán azt gondolom, hogy nagyon komoly forrás mennyiség érkezhet a városba. Egy ipari park, egy ipari terület kerül ki alakításra, amely önmagában minden bizonnyal munkahelyeket fog létrehozni, hiszen már most tudomásom van olyan tárgyalásokról, hogy amint ez elkezdődik, ennek a kialakítása elkezdődik, akkor már mennek oda cégek, akik embereket fognak alkalmazni, és nem utolsó sorban adót fognak fizetni a városnak. Tehát amikor picit haragszunk az Unióra azért, mert nem engedi, hogy járdákat meg utakat építsünk, akkor azt a törekvést viszont méltányolnunk kell, hogy a magyar kormánynak sikerült azt elérni, hogy olyan gazdaságfejlesztési projektek induljanak el ezekből az uniós forrásokból, amelynek segítségével munkahelyek jönnek létre, mert azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert ha munka van, akkor minden van. Beszéltünk a migráns helyzetről, és számomra is nagy öröm, hogy mi Marcaliban ezt nem éreztük. Viszont van egy olyan pontja az országos rendeleteknek, vagy hát ezt nem is tudom, hogy fejezzem ki, ami aggódásra ad okot, és ez a kórházak helyzete, és ezen belül is a Marcali kórház helyzete. Országosan hogy állunk, és a Marcali kórházról, most mit kérdezek, tudunk-e valamit ígérni? Ha az elején összefoglalóan említettem, hogy voltak kevésbé sikeres dolgok az elmúlt esztendőben, akkor a kórház ügye az mindenképpen ezek közé tartozik. Nem könnyű és nem egyértelmű ez a helyzet, hiszen ahogy minden változik körülöttünk, és ahogy nem tudunk egyértelműen igazságot tenni a budapesti taxisok és az Uberesek között, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha mondjuk a postások tüntetést szerveznének, hogy tiltsák be az e-maileket, mert ha kicsit sántít és a hasonlat, azért nagyjából erről van szó. Akkor, amikor az egészségügyi átalakítás egy olyan koncepció alapján történik, amely a úgynevezett pólus csomóponti kórházak megerősítését jelenti, akkor azt el kell fogadni, hogy a régi struktúra az valamilyen szinten átalakul. És akkor, amikor a marcali szülészeten egy napra nem egész egy szülés jutott, akkor azt is el kell fogadni, hogy az rentábilisan, gazdaságosan fenn nem tartható. De ha a másik oldalát nézzük, hogy most már tudomásom szerint a nappali gyermekgyógyászati ellátás is veszélybe került orvoshiány miatt, akkor viszont nem lehet azt elfogadni, hogy természetesen változások vannak, és akkor majd hát tudomásul vesszük, és akkor mindig mindenki, aki erre rászorul, az Kaposvárra megy. Tehát az a koncepció alapvetően, ami megfogalmazódott, az szerintem jó, hogy egy nappali kórház, egy megerősített járóbetegellátás, és itt a megerősítettem van a hangsúly,
illetve egy sürgősségi centrum. Ha ez úgy kialakult volna, és ez úgy működne, hogy egy szemészeti szakrendelésre nem kéne hónapokat várni, hogyha valóban működne a sürgősségi ellátás, és ott lenne orvos, akkor azt gondolom, hogy meg lehetne szokni ezt a rendszert. Tehát nagyon komoly együttműködés és nagyon komoly munka van még előttünk a Kaposi Mór Oktatókórháznak, a Városi Önkormányzatnak, és nem utolsó sorban a térség országgyűlési képviselőinek közös feladata, hogy ez megnyugtatóan rendeződjön. Persze szoktak ebből, miután ugye a legnagyobb kincsünk az egészségünk, és azért a ezzel való foglalatoskodás, vagy az erről való beszéd, azért az nagyon érdekli az embereket. Szoktak ezzel riogatni, meg mindenféle politikai ügyet csinálni. Én azt gondolom, hogy higgadtan, ha mindenki teszi a dolgát, és hozzáteszi azt, amit a pozíciójából adódóan hozzátehet, és hangsúlyozom, nem a kialakult helyzetért felelősöket kéne keresni és egymásra mutogatni, mert azt hiszem, azt lehetne bőven, hanem a megoldás irányában tényleg higgadt összefogás lesz, akkor az biztos, hogy a marcaliak és a marcali környéki emberek érdekeiben megnyugtató megoldást eredményez. Sok főcímen olvasható, hogy ne stadionokat építsenek, hanem a kórházakat rakják rendbe. Akkor térjünk erre konkrétan vissza, hogyha például lenne X összeg a Marcelli Kórházba, rendbe lehetne rakni? Vagy pedig ennyire akkor se jönne humán erőforrás? Ez nem elsősorban pénzkérdés már, hiszen az a fajta strukturális átalakítás, ami az egészségügy átalakítása kapcsán megfogalmazódott, a tárgyi része az megtörtént, megfelelő eszközök, berendezések, helyiségek rendelkezésre állnak, orvosok nincsenek, tehát az egész rendszert kell valahogy rendbe tenni. Pontosan tudjuk, hogy az orvosaink jelentős része folyamatosan megy Nyugat-Európába, olyan szintű az agyelszívás, más tudományos területről is egyébként, hogy ami egy remek lehetőség az átlag emberek számára, azt ha össztársadalmi szinten nézzük, akkor bizony elkeserítő és rendkívül módon aggasztó, hogy a jobb megélhetés és a magasabb fizetés reményében Svédországba meg Angliába távoznak az orvosok. Ezen a téren kell összességében rendet tenni. Én mindenképpen helyesnek gondolom azt, hogy akik az állampénzén orvosi, fogorvosi egyetemen tanulnak, vagy orvosnak és fogorvosnak tanulnak, akkor a képzésük költségeinek megfelelően valamennyi ideig igenis kötelezően legyenek kénytelenek a magyar emberek javára, hiszen a magyar adófizetők pénzén tanulnak kamatoztatni a tudásukat, aztán majd kiderül, hogy ezt hosszú távon is így akarják-e, vagy elmennek külföldre szerencsét próbálni. Ebből is csináltak egy ilyen politikai hetz kampányt, hogy most akkor micsoda skandalum ez, mert hogy röghöz kötik az embereket. Én azt gondolom, hogy ez a futballban is így van, hogyha egy egyesület fölnevel egy játékost, és az el akar menni egy másik klubba, akkor az a másik klub fizesse meg az árát. Ez így igazságos. Mindenképpen valamilyen megnyugtató megoldást kell, de az nagyon fontos, hogy amíg ez a megoldás megszületik, addig is őrizzük meg a nyugalmunkat, mert az egészséggel heccelődni és azzal fenyegetőzni és abból ügyeket csinálni szerintem nem elegáns. A kormányt, amiért még az elmúlt évben talán nagyon sokszor támadták, az a földeladások dolga. Aki nem ért vagy nem nézi a napi politikát, az is hallott róla. Hogy az emberek is megértsék, hogy ez miről is szól. Egy kicsit a nem politikához értőknek legyen kedves ezt elmagyarázni. Nyilván egy gazdálkodással foglalkozó ember, az ha a saját tulajdonának tudja a földet, akkor hosszú távon biztonságosan többet mer beruházni. Hogyha ezért születtek már a hosszú távú bérleti szerződések is. A jelenlegi kormány a családi gazdaságok pártján áll, hiszen törvényben deklarált, hogy egy személynek nem lehet 300 hektárnál nagyobb földje. Addig, amíg a korábbi kormányok 100 és 1000 hektár szám szórták oda fillérekért
vállalatoknak, illetve magánszemélyeknek a földet, addig érdekes módon ez kevés ember szemét csípte, vagy ha tiltakoztak is a sértettek, az nem jutott el, nem érte el a média inger küszöbét. Ebből megint lehetett most egy ilyen ügyet csinálni. Sokkal többen jutottak földhöz. A magyar földbirtokos középosztály megerősítése volt a cél. Teljesen szabályos, törvényes, nyílt keretek között külföldiek nem juthattak földhöz. Ugye ezzel is riogattak korábban. Ez az aggodalom, ez teljesen megalapozatlan volt, hiszen külföldiek nem juthattak földhöz. És ráadásul most ez az egész magyar földterület, művelhető földterület minimális, nem egészen 10%-át érte el, amiből nem utolsó sorban az államnak nagyon jelentős bevétele származott. Itt a mi régiónkban, vagy a mi körzetünkben jellemzően voltak földek? Elkeltek földek? Igen, Nagybajomtól Somogyvámosig jelentős területek keltek el, és én azt gondolom, hála Istennek, illetve az érintett gazdák bölcs megfontolásának, hogy ezek az árverések botrány nélkül teljesen normális hangulatban zajlottak. Hát most viszont akkor térjünk már át a jövőre, hiszen január van, új év, új lendület. Az idei tervek, megvan-e már fogalmazódva, hogy igazából mi a 2016-os esztendő legfőbb momentuma az országos politikába, és akár itt lokálisan? Az idei esztendő legfontosabb feladata, amivel kapcsolatban már születtek is intézkedések, ez a családok megerősítése. Azt gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy minden magyar ember most már nyugodt lehet és biztos lehet abban, hogy évről évre képes egyet előre lépni, és a következő évben jó esélye van arra, hogy előbbre tartson, mint ahol az idén tart. Ennek érdekében ugye 1%-kal csökkent a személyi jövedelemadó, ugye 16-ról 15%-ra, ezáltal is több pénz marad az emberek zsebében, a két gyerekes családok adókedvezménye 10.000-ről 12.500 forintra nőtt, nőtt a minimálbér, és a családi otthon kedvezménnyel, a népszerű nevén a csókkal, ennek a kiterjesztésével számos magyar család juthat biztonságos saját otthonhoz, és nem utolsó sorban egy lökést kap az építőipar, és ugye itt a új lakások áfájának csökkentése, illetve az építőanyag áfájának 27-ről 5%-ra való csökkentése, bizonyos élelmiszerek áfájának csökkentése, ez mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy az emberek megerősödjenek és a családok jobban éljenek. Ez ügyben már érdeklődtek itt a környékünkön esetleg öntől? A bankok folyósítják ezt, és nagyon komoly érdeklődés van. Folyamatosan tárja szét a lehetőségeket a kormány annak érdekében, hogy minél többen részesülhessenek ebből. Nyilván nem lehet korlátok nélkül, hiszen a 10 millió forintnyi állami támogatás mellé, ha 10 millió forintnyi hitel is párosul, akkor azért annak a hitel visszafizetésének valami minimális garanciáinak azért csak kell lenni, de ez egy nagyon komoly, nagyon sikeres intézkedés, és ez köszönhető annak, hogy a magyar emberek olyan stabil országot építettek az elmúlt esztendőkben, hogy a gazdaság képes arra, hogy akár 10.000 szám biztosítsa ezt a forrást azoknak a családoknak, akik ezt igénybe akarják venni. Marcaliban a Fidesz frakciónak mi a feladata, mik a tervei ebben az évben? Hát én elégedett lennék talán ebben az esztendőben azzal, hogyha úgy dolgoznának végre, hogy bebizonyítanák, hogy léteznek. Tehát összegyűjtenének olyan problémákat, javaslatokat, amit aztán, mint Fidesz frakció tárnának a képviselőtestület elé. Tehát egy kicsit határozottabban, markánsabban bizonyítanák azt, hogy vannak, ami nem konfliktust jelent, hanem kezdeményező készséget. Tehát én azt gondolom, hogy politikai oldaltól függetlenül a marcali embereknek rengeteg ötlete, elképzelése, javaslata van, és az nem baj, hogyha az olyan formában jelenik meg, hogy kérem szépen a polgári gondolkodású, polgári értékeket valló emberek, azok azt szeretnék Marcaliban, hogy
ez az utca ilyen virágos legyen, ott ez készüljön, itt ilyen rendezvény legyen, ott olyan megemlékezés, az aktivitást, a kezdeményező készséget, az alkotást nyilvánvalóan, de ez ebben semmi rendkívüli nincs. Én azt gondolom, hogy akik a voksukat adták azokra a képviselőkre, és akik számítanak még a külső bizottsági tagokra is, velem együtt ezt várják el. A polgármester úr egy interjújában azt mondta, hogy nagyon jó működő testülete van a városnak. Hogy látják, amikor vannak ilyen beszélgetések, hogy ennyire jól együtt tud dolgozni a város képviselőtestülete, és politikai pártól függetlenül a városért most tényleg egy igazán jó összefogó városért tenni akaró képviselőink vannak? Azt gondolom, hogy igen, de teljesen elégedettek soha nem lehetünk ezen a téren, és főleg nem kényelmesedhetünk el. Ahogy mondtam, teljesen mindegy, hogy valaki melyik politikai oldalhoz tartozik. Amikor arról van szó, hogy a város érdekében, az itt élők érdekében meg kell fogalmazni egy ötletet, vagy fel kell vetni egy javaslatot, akkor azt meg kell tenni, és azt hiszem, hogy ebben az elmúlt időszakban nyugodtan mondhatom, hogy Marcali tulajdonképpen jó példát mutatott, mert független attól, hogy melyik oldal volt többségben, azért hangos kartcsörtetésről nem igazán lehetett hallani, és ez így is helyes. A települési önkormányzat az elsősorban település fejlesztésről, település működtetésről szól, és persze emellett nyilván mindenki a saját nézeteit, értékeit próbálja meg érvényre juttatni. Képviselő úrral hol találkozhatnak a városlakók, és milyen kérdésekbe érdemes önt megkeresni, vagy ha csak beszélgetni szeretnének, hol találják? Ugye 72 település van a választókörzetben. Minden hónap utolsó csütörtökén, annak a délutánján, itt a városi képviselőirodában, a Künczesza útéren fogadóóra van, arra előzetes egyeztetés alapján bárki jöhet, és igazából nincsen témakorlát, de nyilván elsősorban olyan dolgokkal célszerű megkeresni, amely nagyobb közérdeklődésre tarthat számot. Egyedi problémákkal is próbálunk foglalkozni, de az a gyakorlat, az a tapasztalat, hogy olyanokkal akkor szoktak megkeresni, amikor már minden jogi lehetőséget kimerítettek, és csalódást kell okoznom, mert a jogszabályok természetesen engem is kötnek, és amikor egy bírósági ítélet esetleg sérelmes valaki számára, azon még én sem tudok változtatni. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és nézőinknek szeretném elmondani, hogy képviselő urat minden hónap utolsó csütörtökén nem csak a választóirodában lehet megtalálni, hanem a stúdiónk vendége is lesz havonta egyszer, ezért akinek kérdése van, és esetlegesen a televízió képernyőink keresztül szeretné, hogy feltegyük a képviselő urnak, azokat várjuk az elérhetőségeinken. És köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt és rendelkezésünkre. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.